Tisztelettel köszöntöm körünkbe Szántai Lajost, akit szerintem nem sok embernek kell bemutatni, mindenki ismeri, aki nem ismeri, az majd most megismeri. Korunk egyik legnagyobb tanítója, aki egész nemzetét és nem középiskolás fokon. A téma, azt én kértem, hogy arról meséljen, ami egyébként tudom, hogy kicsit a szíve csücske, a magyar népmesék üzenete a mai ember számára, erkölcsi, szakrális tanítások benne, stb. Tehát ezt a témakört fogja kifejteni. Én mindenkinek kellemes bekapcsolódást kívánok, és akkor megkérem tanárokat, hogy kezdje el mondandóját. Hát nehéz megszólalni, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát elsősorban maga a hely, Kis Győr, aki életében először vetődik ide, annak az alsó állkapcsa úgy elkezd lefelé menni, és a térdét kezdi el csapkodni az ámulattól, változatból és csodálattól. Ez tényleg innentől kezdve, ha én valakivel találkozom, akkor mindenkinek mondani fogom, hogy ha az életében valami élményt szeretne a nemzet megmaradásának vonatkozásában és a megújulás útjának rejteki tartalmát egy kicsit szemlélni akarja, akkor a magyar népmesék világa előtt még azért egy-két könyvet szeretnék bemutatni. Gál Péter József, Molnár V. József, Üdvözlégy kegyelmes Szent László király. Hát többek között a környékbeli Szent László hagyománygyűjtései szerepelnek benne. A másik pedig történetesen úgy adódott, hogy itt nagyon sok jó könyv van. Vannak népmesegyűjtemények is, hát hirtelen ez akadt a kezembe, Kréza János csinos vitéz. Kréza János népmesegyűjteménye nem csak ennyiből áll, sokkal több, de ez egy nagyon jó kis tömör válogatásnak tűnik. Hát ilyenkor viszont tényleg felmerülnek kérdések, mert meg van fogva a téma is, a közösség is, meg az ember is, hogy a 21. században magyar népmeséről mit lehet mondani. Hát mondani sok mindent, csak ki az, aki el fogja hinni adott esetben, ami itt elhangzik. Egy biztos, magyar népmesék végén azért van egy kis halvány jelző útmutatás, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát a felnőtt emberektől elvárható, hogy bizonyos dolgok után járnak, viszont a mai kor úgy van tematizálva, alakítva, irányítva, hát nem éppen csinosítva, hanem csúfítva, hogy bölcsőtől koporsóig egy mai ember nem tud utána járni dolgoknak. Tehát olyan az oktatási rendszer is, hogy mindig a következő órára föl kell készülni, és az éppen adott óra tananyag igazságáról nem tud senki meggyőződni. Mire pedig valaki kijön az egyetemről, sajnos kialakul egy olyan belső hozzáállás a világhoz, hogy én megszenvedtem, én megtanultam, én tudom, nekem meg nem mondja meg senki. Nos, egy biztos, ilyen tudás szerzés a magyar népmeségben még tévútként sem szerepel. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük. Tehát annyira nem alkalmas a mai, hogy úgy mondjam, világ. Ez nem azt jelenti, hogy mindenestől ki van zárva a hiteles emberi tapasztalat és tudásszerzés lehetősége, de nagyon nehéz. Miért? Én is így tanultam, tehát nem kell megijedni tőle. Össze szoktunk téveszteni dolgokat. Tehát nem tudjuk azt, hogy mi az, hogy információ, valamiről valamilyen információ. Na most ebből Dunát lehet rekeszteni, mert annyi van. És ugyanakkor mi az, hogy tudás? Tehát a tudás nem azonos az információ begyűjtésével, tárolásával, egy memória egység is képes. Tehát ha valaki összetéveszti, ezt így szokták tényleg mondani, én is így hallottam, a jól informáltságot, mondjuk magával az élettapasztalatba sűrűsödő tudással, annak 4 évenként lehet ajánlani egy karrierutat mondjuk a választóurnáig. Meg körülbelül azon a szinten. Ugyanakkor még nem kell elkerülni, de azért jó lenne már, hogyha a nemzet sorsához fel tudna a jelenlegi ország lakosság nőni. Mert jelen pillanatban még a nép szintjén sem járunk, ez jelen pillanatban tudomásul kell sajnos lennünk ország lakosságban. És az ország lakosság meg ide-oda-amoda végtelenségig manipulálható. A Kárpát-medencére vonatkoztatva az adatok azok eltérőek, de egyet meg lehet állapítani, a magyarság a Kárpát-medencében mind a mai napig főszereplő tényezőként jelenik meg. Tehát ha én megkérdezem,
hogy a Kárpát-medencében, tehát bent a Kárpát-medencében, melyik a legnagyobb nép? Ha merjünk kicsit lenni, na most, ha még ezt sem vesszük észre, akkor tényleg nagyon nagy bajok vannak. És ezért nem jutunk 5-ről a 6-ra, alapvető dolgokat nem fogunk föl. Többek között azt, hogy a Kárpát-medence az Európának nem a széle, nem a perifériája, hanem a kellős közepe. A Kárpát-medencében minden megvan, most középkori utazókat idézek, akik általában külföldről jönnek és nem szeretnek bennünket. Tehát semmi elfogultsággal nem lehet megvádolni őket. Minden megvan, ami az élethez szükséges. És ami máshol szétszórva van meg, a Kárpát-medencében sűrítmény szerint jelentkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy ivóvízkészlete kimeríthetetlen, folyamok szaladnak össze. Hát én azt mondom görög nyelven, hogy Mezopotámia, akkor mindenki boldogan a Tigris és Eufrates térségére gondol. És a Duna-Tisza köze az nem folyó köz. Hát a Mezopotámia nem azt jelenti, hogy Tigris és Eufrates, azt jelenti, hogy folyam köz. És a legjellegzetesebb folyamközi műveltség őskor óta napjainkig, éppen itt a folyamok találkozásánál, ölelkezésében, Kárpát-medencében ma is tetten élhető. Ugyanakkor pedig, ahol földrajzi központot lehet lokalizálni. Tehát ez mit jelent? Ha történetesen, hogy ide tartozik egyébként, csak hogy népmesék fele haladunk. Csak népmesék elején szerepel az, hogy menjél világgá, a világot ismerd meg. Tehát ne ösztöndíjas legyél valahol, és ugyanazt csináld, amit bárhol tudnád csinálni, mert az, hogy hogyan köti valaki az agyát egy kompjúterrel össze, azt megteheti egy műholdon, megteheti egy lukba, megteheti bárhol, ennek már tulajdonképpen nincsen emberi élet szempontjából kézzelfogható jelentősége. Hogy hol? A tudásszerzés viszont nem mindegy, hogy hol tört. Mert vannak olyan tájak a Földön, ahol az életről több tudást tud összegyűlni. Miért? Mert több mindenhez kell érteni. Miért? Mert annyira gazdagok az élet lehetőségek. Tehát ez mit jelent? A magyarság nem sztyeppei nomád nép. Most ebben mit nem lehet megérteni? És tudom, hogy a világ végéig eltölthetünk időt, jönnek nagy hazafiak, magamat is beleértve, sztyeppei lovas nomád. Hát ha valaki járt a sztyeppén, pontosan tudja, hogy mi a különbség a sztyeppeövezet és a Kárpát-medence között. Az egyik bővében megterem minden, az egyik helyen, a másik helyen pedig az állatállományt a világ végéig kell terelgetni. Miért? Ők nem azért mennek és nomadizálnak, mert ha történetesen a jurtát este felállítják, akkor a felesége megszólal az illetőnek, te nekem még kis néhány kilométer benne maradt a lovam lábába, még menjünk már 40 kilométert. Tehát rendkívül nagy távolságokat kell az állatállománnyal bejárni, hogy ne forduljanak fel négy lábbal az ég felé. Nem tudom, hogy megértünk-e dolgokat. Itt a Kárpát-medencében bármelyik barátunknak a telkén, és egyszerűen nem fogjuk föl, hogy mit jelent az, hogy élet. Mit jelent az, hogy az életnek ajándék. Egyiptom 96%-a sivatag. 96%-a. Többször jártunk ott. Na ez önmagában nem érdem. Kairóban 30 millióan laknak. Az egész országban majd 100 millióan. Nincsen éhező ember. Irtózatos nagy szegénység van, de egyszer egy napon mindenki jól tud lakni. Na most a kérdés viszont így szól. Ha 4%, hát ez a Nílusnak két partján öntözéses földművelés által, mert Nílus már nem árad az aszlani gát megépítése óta. Ennyi embert el tudnak tartani. Akkor a kedves honpolgár lakosság miért van kiszolgáltatva olyan helyzeteknek, aminek jelen pillanatban a mai magyar társadalom? És ez mindez negyed évszázad alatt megtörtént. Azt sem tudjuk, mi történt velünk, azt sem tudjuk, hogy mit, milyen helyet foglalunk el jelen pillanatban a világtörténelemben. Ilyenkor lehet érzékelni, hogy bizony azt kell mondani, hogy még van mi után járnunk az életben. Tehát ahol ennyi minden sűrűsödik össze. És megint egy kis gyors kitérő. Amikor megyünk Belső-Ázsia felé, a repülőgépről lenéz az ember, órákon keresztül sivatagos, fa nélküli tájakat lehet látni, órákon kell.
akkor megérkezünk ordozva, ha egyszer csak arra figyelnek fel az emberek, mi magunk is. Nem énekelnek a madarak, énekes madarak. Miért nincs? Hol jársz itt, ahol madárs jár? Tehát ez a fajta életbőség. Tehát mi nem onnan tudunk megújulni, ahol már nincsen valami. Hát ezt minden normális emberrel meg lehetne értetni, hogy oda ne menjél, ahol gyakorlatilag minden szempontból beszűkültek az élet lehetőségek, és ez a tapasztalatokat is jelenti. Most a Kárpát-medencében, amikor még virágzott a pásztortársadalom, a népművészet, a néphagyomány, és annyi minden, hogyha magyar nyelven elkezdenénk, már félig kihalt foglalkozások, hivatások, szakmák, ez rossz megfogalmazás, de én is így fogalmazom, nyelvén beszélni, mondjuk egy bőrműves, vagy egy csikós nyelvén, vagy egy méhész nyelvén adott esetben. Magyarul beszél az illető, és nem tudjuk, hogy mit mond, miért, mert már nem ismerünk azokat a szavakat és fogalmakat. Tehát nem gyarapodott a tudásunk, hanem specializálódott és beszélt. Na most egy biztos, ahol földrajzi központ van. Tehát ha én innen északra megyek, Észak-Európának hívják. Ha keletre megyek, Kelet-Európa. Ha délre megyek, Dél-Európa. Ha nyugatra, Nyugat-Európa. Na most akkor hol van a kellős közel? Ott, ahol még annak idején emlékművet is felállítottak, Közép-Európa emlékművet, hát ez még monarchia idején volt, áll ma is. És akkor egy unió jött létre a Kárpát alját bekebelezve, akkor ha valaki járt ott, pontosan tudja, hogy az akkori hatóság az úgynevezett magyar középpont mellé, 10 méterre, ma is meg lehet csodálni, letette az uniónak a Közép-Európa jelzőpontját. Tehát tulajdonképpen ennyit változott egy állam beavatkozása révén mondjuk Európa közepe. De nem érdemes taglalni, kellős közepe itt van. Kárpát ölelik, mint ezt a tájat, mint szépen a hegyek. Tehát ez mit jelent? A hegyek védelmet adnak, a belseje pedig gyakorlatilag az élet lehetőségeket magából, az időjárási körülmények, napos óráknak a száma, de ugyanakkor mégiscsak van csapadék. Tehát el nem, milyen, mert mi itt élünk. Tehát az, hogy ivóvízzel fürdünk és más egyébeket, hát menjünk el Közel-Keletre, Szíriába, jártunk ott is. Egy pohár víz az élet. Tehát, hogy érthető legyen, nem fogjuk fel, hogy mit herdálunk el. Miért? Mert közben a történelmi sorsunk úgy alakult, hogy van okunk panaszkodni. Mert éppen elég fájdalom gyűlt fel. Csak hogy a sorsnak van egy titka, mint a népmesékben is. Feldaraboltak? Fel. Támadjál fel. Ott még nem ér véget a világ. Gondolom, ismerjük a magyar népmeséket. Hányszor fordul elő a mesehőssel az, hogy meghal. Na és akkor mi van? Föl lehet támadni. Népe Krisztus a Magyarország, bizony sokszor jöttek a magyar nép temetésére, és mindig a feltámadására érkeztek. De szellemileg leépülni viszont nem kötelező. Tehát bármennyire hihetetlen. És jelen pillanatban bennünket ez a veszély fenyeget, hogy egy páratlanul gazdag, eleven csodálatos, szertágazó műveltséget, amit elődeink hoztak létre, hírből sem ismerünk. Na most ez viszont óriási figyelmeztetéssel jár, mert nem tudjuk akkor megtölteni azt a keretet igazi tartalommal, ami mondjuk ránk lenne jellemző. Magyarul ez mit jelent? És nemzetközivé lesz holnapra az egész világ. Tehát végeredményben nem osz, nem szoroz. Na de röviden és tömören, gazdasági központ, földrajzi központ, nem nehéz belátni, akkor szellemi központra is lehetne gyanakodni. És ha csak a néphagyományból indulok ki, bármilyen égtáj felé elindulunk, elmehetünk Ázsiába is. És az a baj, hogy akik oda járnak, azok se viszik sajnos el. Nem tudom, hogy miért. Tehát miért kell oda menni hatalmas szájtátor csodálkozással, amit itt is meg lehetne találni. A József Attila nem véletlenül mondja, hogy Isten itt állt a hátam mögött, megkerültem érte az egész világot. Ez nagyon jó ebből a meggondolásból, de mi van akkor, hogy addig-addig kerüljük a világot, amíg elmúlik az élet. És nem találunk rá a lényegre. Tehát érdemes rátalálni a lényegre.
mert tőlünk is azt várják keleten, és keleten a magyar népnek hatalmas a dicsősége, megbecsülése, és bárhol jár magyar ember Pekingtől, Ordoszig, Mongóliától, Japánig, vagy éppen Törökországtól, Szíriáig, Perzsiáig, Indiáig, tehát nem árt tudni, nem a nyugati szomszédokat kell nézni, akik világ szégyenére szinte semmit nem tudnak, még azt sem, hogy hol van Európa kellős közepe. Hát ahogy érthető legyen, amikor Svájcban azt mondják, hogy ez Közép-Európa, akkor ebben megkérdés, hol van Nyugat-Európa, ha ez Közép-Európa. Mi meg beszélünk itt Kelet-Európáról, Közép-Kelet-Európáról, örömmel jelzem, ilyen, hogy Közép-Kelet vagy Kelet-Közép nincs. És a gyors kérdés még utoljára bemelegítő mondatok keretében így hangzik, és ezért tényleg érdemes eltűnni, de mi is jártunk iskolába. Ha annak idején a mi oktatási időnkben, tehát ami rendszerben volt foglalva, 5. osztályba jöttek úgymond általános szintű képzésben a komolyabb tantárgyak. Ha földrajz órán valamelyikünk azt merte volna mondani, hogy Magyarország Kelet-Európa, mi történt? Meg is történt, emlékszem, kirúgták a gyereket a tanteremből, hogy gondolkozzál. Ki jön az egyetemről, és mit mond, mint Kelet-Európa meg közé. Na most mi történik? Ha valaminek a közepe így el tud a fejekbe vándorolni, ami tény, hogy közepe, akkor képzeljük el, hogy olyan dolgok viszont, amik kevésbé ilyen jól ellenőrizhetőek, mert ez kétségtelen, hogy vannak ilyenek. Hát ott micsoda kilengések. Tehát ne csodálkozzunk, hogy ez van. És mivel vannak idősek, meg vannak ifjak, nem már tudni, hogy ha az ifjak és az idősek nem találnak egybe, egymásra, akkor nincs magyar társadalom. Miért? Mert az öreg elméletileg, mire megöregszik, rengeteg élettapasztalatot gyűjt össze, rengeteget. De már nem olyan a fizikai ereje, állóképessége. És készül abba a világba menni, távozni, ahonnan viszont mondjuk az unoka érkezett. Az unoka még nagyon gyenge, de hatalmas az életereje, az ösztöne, de nincs élettapasztalata. Na most mi az, aminek össze kell adni? Minden nép így szokta megnevezni, ha az öreget és a gyereket összeteszed, akkor kapod meg az eredendő bölcsességet. Mert az öregnek már elméletileg, ha tényleg olyan volt az élete, miért hazud? Miért beszélne mellé? És az unokakorú gyerekek, nem tudom, hogy ki élt át ilyet, bármennyire hihetetlen, egészen máshogy bújnak hozzá a nagyszüleikhez, mint a szüleikhez. Teljesen más a kapcsolat. És ez nem azért, mert a nagyapa és a nagyanya mindent ráhagy az unoká, ismerjük ezeket a szüleket. Nem erről van szó. Közös a világuk. Az egyik jött onnan, a másik pedig készül oda menni. És ha nem lesztek olyanok, mint egy kisgyermek, maga Jézus mondja, nem mentek a országába. Tehát itt óriási egyre másra találások jelennek meg, és talán meg lehet kockáztatni, hogy a népmeséknek az erkölcsi világa, világképe ebből sűrűsödik össze. Tehát a világok határa és a tapasztalási zónáknak az átjárhatóságaként. Hát ettől csodálatos, ettől meseszerű. Na most visszatérve tehát, ha felteszünk egy nagyon érdekes kérdést, hogy Eurázsiában, ma a 21. században még fellelhető módon, melyik helyen van egy-egy kontinensen, de most összevontuk a kettőt, a legelevenebb, legélő tájegységenként, hihetetlen változásokat, színességeket mutató, mégis teljes egészében szervesen egybe tartozó néphagyománynak. Ha valaki Kínába elmegy, akkor külön figyelmeztetik. Ha népviseletbe lát valakit, mondjuk Pekingbe az utcán véletlenül, az nem kínai. Miért? Mert kínai viselet, népviselet már több száz év óta nem létezik. Na most lehet, el lehet tenni a népviseletet, de nálunk még bármikor, bármelyik házból gyakorlatilag elő lehet hívni. És ezeket nem értékeljük és érzékeljük. Tehát keleten is ismer két motívumot,
és a világ végéig azt hangsúlyozza, ragozza. Itt meg mintaként csak áradata, de tényleg áradata. De én hiába mondom, hát egyet még el tudok mondani, Berecz Andrásra fogok hivatkozni, és még egy kiváló zenészre, de ő a komoly zenébe szerzett érdemeket. De bárkire egyébként a muzsikásból is, akiket így egy-két embert így az élet így összehozott, elmondják, bárhol járnak a világon. Mondjuk van nemzetközi folklór, zenei folklór. Hát ilyen nálunk nincs. Folk és a nép az nem egy és ugyanaz a kategória. Népzenei találkozó. Tőlünk nyugatra. Melyik népnek van hiteles népzenéje? Ha valaki nekem tud mutatni, akkor jelentkezzen. Mindenki mondjuk Amsterdamban előadja maga a műsorát, mondjuk kettőt, mert egyszer visszatapsolják. Oda megy valaki, aki magyar földről jön, feláll a színpadra, mondjuk este 8 órakor, és reggel 8 órakor még ott van. Világos? Ezt nevezik néphagyomány. Tehát nem sanzon, nem kuplé, nem operett, meg nem esztrád összegyúrva, meg tingli-tangli fűszerezve, hanem néphagyomány. És hát Fischer Iván nevét gondolom sokan ismerik. Volt egy ilyen fesztivál zenekar, és abban a zenekarban volt egy fiatal ember, akit véletlenül ismertem. És következőt mondta. Hát járják a világot. Vagy járták, most nem tudom, hogy milyennek a zenekarnak a sorsa. Rávette a karmestert ez a fiatalember, hogy amikor már harmadszor visszatapsolják őket, akkor mi lenne, hogyha egy magyar népdalt, nagy zenekarra megzenésítve, hogy egy népdalt játszanának el. Abban a pillanatban mi történik a hangversenytermekben? Mindenki felébred, és gondolom tudjuk, itt kötelező visszatapsolni egyszer-kétszer, aztán már alig várja a hallgatóság, hogy a zenekar levonuljon, felugrálnak a székekre és tombolnak. Tehát valami ilyen, olyan van itt, és Kodály Zoltán hazájába elnézést kérek, Kodály módszer. Nem kötelező erről tudni. De annak idején, ha valaki ismeri azt a filmművészeti csemegét, a sokadik típusú találkozások révén. Na most ott a filmvész hollywoodi, tehát ez az ifjúságnak ajánlat. Fogjuk fel, hogy mi van itt. Jönnek ezek a valahonnan, hát én nem pártolom, hogy jöjjenek, film. És hogy veszik fel a kapcsolatot? Kodály módszer, világos? Világhír. Na most, és Kodály Zoltán nem a középkorban. Hát amikor én gyerek voltam eszmélő gyerek, hát tulajdonképpen még egyszer-kétszer fekete-fehér ekkora kis képernyőn láttam, és a fél falu összeszaladt, hogy Kodály Zoltán van a tévében. Hát én ebből nyilván semmit nem értettem akkor. Tehát vannak szellemi értékek, ezen nem csodálkozni kell, hogy van, hanem bizony észre kell venni, és meg kell becsülni. És sehol olyan kimeríthetetlen, most már népdalról szó volt, népmesek nincsek, sehol nem találunk, mint sőt, megmerem kockáztatni, valaki elővesz, bármennyire hihetetlen, most ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük, el kell helyezni a népmesét, mint műfaji sajátosságot is, mondjuk az egyetemes emberi művelődés területén. Ha japán népmesék kerülnek elő kezünkbe, köszönő viszonyban nincs a magyar történetek. Tehát nem tudom, mi az, hogy történet. A magyar népmesék nem egyszerű történetek, kicsit misztikusabb, élvezhető keretbe ágyazva. És hiába tudjuk, hogy van kazak népmese kincs, van kirgiz, megsekkő kaukázusi népek mesé, egyszerűen nem ártam, mert nagyon jó kiadások vannak, népek meséi sorozat, sok változatban. Úgy rádöbbenünk, hogy milyen töbletek jelennek meg a hazai hagyományban. Na de ennek megfelelő módon mi az, amit nem látunk, és akkor megint egy gyors, rövid tömörítés. Magyar népmesékben előfordul igen gyakran az, hogy el szeretne indulni a mesehős, de hát nem tud, miért, mert ló nélkül bizonyos feladatok megoldhatatlan vállalkozásokként jelennek meg. És nem is mindegy az, hogy milyen lovat sikerül szereznie. De még egy gyors zárójel. Grimm mesék.
gyors kérdés, de ez ilyen művelődéstségi vetélkedős kérdés. Grimm testvérek óta értékelhető, németnek tekintett népmese gyűjtemény jelente meg. Soha. Világos. És még őket is már a kortársak megvádolták, hogy ezek nem is gyűjtések, hanem irodalmi átdolgozások. Tehát mi az, hogy népmese nincs? Tehát egyszer tényleg nem fognak föl. Na de visszaszaladva, tehát adva van egy óriási nagy probléma, lehetőség, ahány népmese, annyi változat, mondjuk a népmese elején. És nagyon sokszor tetten érhető az, hogy a mesehősnek az édesapja az egy király. Tehát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Na most fel lehetne egy pillanatra lázadni, hogy rendben van, hogy király, hol a királyné az édesanyja. És nem egy népmese, nem azért, mert elfelejti, vagy odahaza a mesemondó ember nem látott olyat, hogy egy gyereknek van apja és anyja, mert ebből szoktak ki. Indulni azért mesélgettek, mert összeszedtek mindent a háztáiból, esténként unatkoztak, hát mivel csapták el a műsoridőt, amit akkor még nem lehetett nézni, hát mesélgettek egymásnak. Soha néphagyomány műveltség ilyen meggondolás alapján évezredes tapasztalatvilágot sűrítve nem fog fennmaradni. Miért? Abban a pillanatban jön valami új, más helyette, már lecserélődik. És nincs folytatás. Tehát itt valami nagyon makacs hagyományozódásról van szó. És ha történetesen király, és van neki egy fia, és hányszor derül ki az, hogy végeredményben a meseút valamelyik pillanatában fogja a fiú, aki hát legkisebb királyfi fiú, megkapni a maga nevét. Na most nagyon sokan ráébredtek, hogy itt van egy érdekes jelenség. Hát a király, a mesebeli király soha nem társadalmi szinten megjelenő uralkodó. Hát erről Papp Gábor művészettörténész népmeséről szóló tanulmány köteteiben részletesen beszokott számolni. Tehát a népmesék királysága, királyképet, az nem feudalista társadalomból megörökölt, csökött maradvány eszme, hanem a világ hierarchikus képét adja. Mert a világ, a teremtett világ, tudom, hogy ma ezt nagyon nehezen szeretik megérteni, nem demokratikus berendezkedésű. Nem világ demokratái, fogyasztói, egyebei, hát proletár az már egy nagyon magas szint, azért mondom, tehát fogyasztóhoz képest egy proletár még legalább öntudattal rendelkezett, mert voltak gyerekei. A fogyasztók már lebeszélik arról, hogy fogyasszon, csak családot ne alapítson. Tehát érthető legyen csak a mi életünkbe, milyen mély ugrások történtek, és észre se vesszük. Tehát ma fogyasztani kell, éjjel-nap. Nem tudást, hanem információt. Az, hogy megfeszíti az agyat, mint mondjuk a rossz étel a gyomnak, hát az még mit számít, hát nem kell ezzel különösebben foglalkozni, nyilván egyébként kell. Tehát itt a király mindig egy felülmúlhatatlan, tökéletes állapotnak a megtestesítője, megidézője. Na de a világ, a teremtett világ, az mégiscsak működőképes, dinamikus, tehát állandóan áramlik és pulzál és lüktet és jön megy az élet. Tehát ez mit jelent? Jön a királyfi. És egy elérhető világ, jó világ szintjéhez képest mi lesz az ő nagy próbája? Hogy a világot még magasabb állapotra, szintre hogy lehet feljuttatni? Tehát nem az a bravúr, hogy lehet pusztítani, rombolni, még mely lejjebbre szállítani, hát ami gurul lefelé, az lefelé fog menni. Hogy tudod megállítani és az egész folyamatot pozitív módon visszafordítani? És bizony sokszor felmerült az, hogy éppen elég népmese tanácskozáson vettünk már részt, azért beszélek így, mert kortársak, rengeteg népmese tanácskozást szerveztek, Koszes Sándor révén még a 90-es években. Tehát sok minden összegyűlt. Tehát rengeteg tudás, olyan tudás gyűlt össze a népmesék világáról, ami nyilván elméletinek tűnik, na de engedelmet kérek, benne van. És ha nem lenne benne sűrítve, akkor nemzedékeket nem tudott volna életutakon vezérelni.
és a belső és külső mindenségről nem tudott volna hiteles képet adni. Tehát pillanatok alatt felmerült. Hát nem feledékenyek a népmesék. Hát hányszor van az, hogy van egy özvegyasszony, így indul a mese. Már nincsen férje. Hányszor van olyan, hogy van egy király, van egy felesége, és van lányuk. Na most, ha a népmese azt mondja, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, és nincs szó nőről, feleségről, édesanyáról, akkor ez azt jelenti, hogy nem ezen a hétköznapi síkon vagyunk, hanem teremtés közelben. Ez a király az atyai tulajdonságokat képviseli. És véletlenül nem az atyának van egy fia? Egészen véletlen. Én úgy tudtam, hogy van ilyen. 2000 év óta illetve tudni. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egyszerűen feltételezésekről van szó. A népmesei világkép hihetetlenül egységes tömör, és semmi nem keveredhet össze oktalanul, céltalanul valami mással. Ezt tudom, hogy nehéz megérteni, de bármennyire hihetetlen, sokkal logikusabb egy népmesének a vonal vezetése, mint ma egy tévéműsor, mondjuk, amit közvetítésbe látnak. Már a népmesétől kérek elnézést, hogy ilyen rossz hasonlattal éltem. De vissza, kanyarodva, megint csak. És ilyenkor fordul elő, hogy hát valamit tenni kell a világban. Például elrabolta a sárkány a királylányt. És most nem ízetlenkedni akarok. De hányszor van olyan a népmesében, hogy a mesehős nem is tudja, tehát életképi szinteket, hogyha mindenáron keresünk, életképi szint jelen van. De képtelenség azt gondolni, hogy csak az életképi szint, a hétköznapi életvilága van jelen, hanem a hétköznapi és az ünnepi, a kisvilág és a nagyvilág, a mikrokozmosz és a makrokozmosz, az ember és az Isten. Tehát minden, ami a világról, emberről, teremtésről, megváltásról elmondható népmeségben sűrítmény szerint jelen van. És ha elrabolják a királylányt, akkor nyugodtan mondhatná korunk hőse azt, hogy fölmegyek az internetre, megnézem a királylánynak karcsú-e a dereka, milyen az alakja, vagy egyáltalán tetszik-e. Mert ha nem tetszik, ugye a sárkány. Tehát meggondolás nélkül. Nincs előző feltét. Jó, hát kiszabadítom, de lehet, hogy ronda lesz. Nem baj, akkor visszaviszem az apját. Tehát végeredményben, ha van egy férfi-női kettősség, mert az mindenhol jelen van, mert ilyen az életünk. Ez mit jelent a tágabb életben? Van ég és föld. Van nap és hold. Van ébrenlét és van álomvilág. Van férfi és nő. Na most keleti hagyományokban ezt a kettősséget, ha tovább sűrítjük, de még a saját tapasztalatból is mondhatjuk, nappal és éjszaka. Világosság és sötétség. Jó, hát ha teremtés közelből indulunk, akkor újra nekilódulok. Tehát adva van a világosság és a sötétség, nappal és éjszaka, és jön a nap és a hold. És a nap és a nappal ezen a szinten még egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni. És jön az ember, és az is elindul egy, hogy úgy mondjam, kettősségnek az útján. Na most keleten, tőlünk keletre, és bármelyik Árpád-kori mérműves szentély ablakunkat megnézzük templomokban, vagy festett mennyezet kazettás templomaink között gyönyörködhetünk. Adva van egy kör, és azt egy S választja ketté. Na most mi a tragédia? Mi ezt az ősi képjelet már nem saját hagyományból ismerjük, kiveri a szemünket. Ott van a népművész, Yin-Yang. Tehát ezek a tragédiák. És az már nem fogja úgy ragozni. Tehát adva van ez a fajta kettőség. És egy egészséges világkép, a kettő révén tudok visszamenni az egybe, vagy a kettőből tudok eljutni a háromba, ami megint az egységhez fog. Hát a Szent Háromságra gondolom, csatlakozik vissza. Tehát ha a királylányt elviszik, akkor ez mit jelent?
A világ egyik fele sérült, féloldalas a világképünk. Valami hiányzik a világból. Utána kell menni, meg kell keresni, ki kell szabadítani. Nem egy olyan magyar népmese van, ami úgy indult, tehát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, és ez még nem érdem, de sehol ilyet nem találunk népmesei univerzumon belül. Egyedül Kaukázus környékén gyűjtenek állítólag olyat, hogy tényleg úgy indul az ottani népmese világ, hogy hol volt, hol nem volt. Na de tőlem indulhat így. Melyik nép nyelvén tudom én ezt így hullámoztatni? Hol volt, hol nem volt. Hol volt, hol nem volt. Minden pedagógus tudja, a leglidércebb rosszaságon száguldó óvodás gyerek is, ha elkezdi neki az óvónő mondani, hogy hol volt, hol nem volt, egy pillanatra megáll, megnyugszik. Ennél többet a világról, bármennyire hihetetlen, ilyen tömören, és akkor tudom, Om Mani Padme Hum. Na jó, de az nem hol volt, hol nem volt. Tehát ez mit jelent? Nem kell tanulnom, azért kell, most hétköznapi értelemben. Ha egy gyerek ezen nő föl, már minden tud a világról, mire az életbe belekerül. Ez nem azt jelenti, hogy elkerüli a bajot, nem fogja elkerülni, hanem egy többlettel fogja a problémákat megoldani. És ha van olyan élethelyzet, amit mondani szoktunk, hogy belehaltam, akkor hogy fog ebből kijönni? Hétszer teszebb és erősebb és jobb lesz, mint annak előtt. Tehát minden ott van a magyar népmesékben, ami az emberi élet útjához szükséges. És ezt bátran lehet állítani. És az, hogy hol volt, hol nem volt, hát mit tudok én mondani saját magamról, egy napon belül? Hol vagyok, hol nem vagyok. És mikor van a hol nem vagyok? Hát amikor alszom például. Hány embernek fogalma nincs, hogy hol jár olyankor? Felébred, attól függ, milyen beállítottságú, azt mondja, jaj, miket álmodtam össze, vagy pedig, hát én nem álmodok semmit. Mindenki álmodik, csak nem emlékszik. Na, amikor nem emlékszem, akkor hol vagyok? Hogy ébredek? Hogy alszom el? Na most ezek a határmesdjék lélektanilag, ahol a népmesék világa határozott erővel jelenik meg. Amikor a dolgok körvonala mondjuk, napszállt a tájékán, napszentült a tájékán, mert a mesemondásnak és hallgatásnak gondolom tudjuk, megvan a maga megfelelő ideje. Amikor a dolgok, hát nézzük meg, hogy ugyanaznak a fának a lombja, milyen szürkületbe, és milyen fényes nappal, és milyen éjszaka. Hát hirtelen lényé változik mondjuk egy fának a lombja. Tehát amikor a dolgok elkezdenek átváltozni. A magyar költészetben így szerepel gyönyörű egyébként a dolgok lélekvándorlása. Tehát amikor a dolgok lélekvándorlása. Ezért tud a népmese nagyon szívhez szólni, érzi az ember itt belül, hogy hát valamit tudniom is kellene róla, csak nem tudom, nem azt mondom, hogy megfejteni, csak valahogy az ember nem tudja, hogy hogyan közelítsen hozzá. De hát mégiscsak gyerekeknek szól, hát örömmel jelzem, egyáltalán. A legnagyobb mesemondók kik voltak? Pásztorok, huszárok, még csak nem is a nők. Pásztorok és huszárok. Most ez akárhogy nézem, talpik férfi hivatás. És persze, hogy a nők is. Öregasszonyok, nagy tudású öregasszonyok. És tényleg még egy apróságot elmondok. Egyszer egy filmforgatáson jártunk egy mesemondó öregasszonynál, nem is volt akkor olyan öregasszony, csak hát az ember fiatal volt, és mindenki egy korosztály fölött már. Néninek számított, Pápa Istvánné Emma néni, Karcsai mesemondó asszony. És következő dolog történik, hát ő ezt nekünk elmesélte egy másik forgatáson, az még korábban volt. Mert népművészet nagymestere volt, hát valami dokumentumfilmet forgattak vele, igen, de pont rosszkor ment a forgatócsoport, mert az édesanyja haldoklott. Na igen, de Karcsa, akkor még nem volt autópálya. Azért az nem egy könnyű út, főleg Miskolc után. Még Miskolcig valahogy elvergődött az ember. Na de én Miskolc után az már maga volt a reménytelenség. Ezt még én is megéltem a 90-es években.
A lényeg a következő, mit lehet tenni? Édesanyja ott egy tiszta szobába, ő pedig a másik szobába, és az ajtók így egymással nyitva, konyha választja el a két szobát egymástól. Nem lehet mit csinálni, elindul a forgatás, és ő éppen egy népmesét mond. És a haldokló édesanyja felül az ágyba, átszól az ajtókon, és azt mondja, Emma, nem úgy van az. Tehát nem lehet. Tehát ha valahol nem lehet blöffölni, nem lehet mellé beszélni, érzem, hogy megborult valami. Nem ésszel fogom fel, érzem, hogy ez már Walt Disney. Ez egy kitalált történet. Most a népmesében nincs, hogy én kitalálok. A tapasztalatommal, mesevariánsok, mint a falevelek, az ágakon, azok és számtalan variánsok vannak, de mindegyiknek egy feszes, kozmikus keretrendszert és eleve ritmus élő képletet meg kell tartania. Tehát ha van mondjuk egy olyan király, hogy egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Na most menet közben ajánlom a szakirodalmat, mert arról lemaradtunk, de most már elő se fogom hozni, mert nagyon sok jó könyv jelent meg egyébként a magyar népmesékről. De volt egy olyan rajzfilm sorozat, hát nyilván mindenki ismeri, magyar népmesékről. Hát ez, erről nem lehetne felismerni, de azért jól hangzott. Szóval visszakanyarodva a lényeghez, az azért tudni kell, hogy Jankovics Marcell meglehetős mélységben, magasságban tájékozott volt a népművészetben, és volt olyan, amikor maga Papp Gábor volt a tanácsadó, mondjuk lehet a stáblistán is látni. És ezek a rövid népmese feldolgozások, ezek nagyon jók. Tehát ezek nem azonosak a nagy estét betöltő, hát az már olyan, amilyen, az már inkább felnőtteknek van. De ezek zseniálisak. Na most miért mondom ezt el? Azért, mert nem titok. Lehet tudni. Tehát megjelenik az öreg király, és csak azért mondom, mert utána lehet járni. Ha valaki mondjuk így esetleg hihetetlennek tartja, hogy miért pont azt jelenti. Más nem tud jelenteni. Majd meglátjuk, hogy miért. És egyik szeme sír, a másik pedig neved. Na most melyik az a két égi test? Eleve a szem, a lélek lámpása. Tehát van fény. Minden nép hagyományában hangsúlyozom, tehát minden nép, egyiptomi hagyományban is így van, tehát minden nép hagyományában általában a férfi embernek a jobb szeme naptermészetű, a bal szeme holdtermészetű. Nőknél által minden fordítva van. Ezt minden férfi ember tudja, ha van felesége, reggel még boldogan kimegy, fordított világ, hazamegy és egy nem azt mondom, hogy boszorkány, de mondjuk egy sárkány talál. Reggel egy tündér, ahol ennek is megvan az oka, mert a nő eleve inkább hát havi életgondjai vannak, tehát a hold járásához kötődik a megfoghatatlanul titokzatos biológiai életritmus. A férfinek inkább pedig a naphoz. Tehát az egyik inkább sugárzó természetű, a másik befogadó. Miért? Mert az egyikből kijön az a mag, ami a másikba bemegy, és ott érlelődni fog. Tehát azért ezeket lehet tudni. Na de éppen ezért egy férfi azt mondja, hogy ma olyan hangulatom van, ez egy kicsit nem férfias, és nem SCH-val, hanem nem az. Na de egy nő azt mondja, hogy hangulatom van, mármint neki. Még tetszik is. Tehát, hogy érthető, minden embernek tudni kell, hogy miért vagyunk ilyenek. Tehát mit várhatok tőle? Ne várjam azt tőle, ami nem ő. És minden pár kapcsolatban ezt azért illik tudni. És népmesék nagyon jó útmutatásokat adnak, hogy egymásért igen gyakran meg kell szenvedni. Igen gyakran meg kell szenvedni. És de nem céltalanul, nem ok nélkül, és nem olyan módon, hogy utána rosszabb lesz valami, hanem ki kell kristályosodni, meg kell érni, meg kell tisztulni. Hát mindenkinek van éppen elég belső gondja és a baj adott esetben. Na most a nap és a hold gyermekrajzokon. Most azért mondom, hogy gyermekrajzokon, mert például Molnár V. József, aki társszerző az Üdvözlégy Kegyelme Szent László könyvben,
A gyermekrajzokkal nagyon hosszadalmasan, sokan, hát most már ő nagyon idős, 87 éves, tehát óvodákat járt évtizedeken keresztül. Tehát gyermek lélekre nem is tudom, hogy nála nagyobb tapasztalatot valaki tudott-e összegyűjteni. De még mi is tudjuk, bármelyikünk tudja. Ma már egyre ritkább erre érdemes felfigyelni. Ha gyereknapot rajzol, hát még a mi időnkben nem volt olyan gyerek, aki arcot ne rajzolt volna a napnak. Ma már úgy kezd arc nélkülivé válni a nap. 4-5-6-7 éves gyerekek rajzán. Na de ha van arca, mindenre van nyilván példa, de az általában mosolyog. Tehát egyik szeme nevet, a másik szeme sír. Tehát melyik lesz a mosolygós nevető? Hát amik saját fénye van, ez a két látványos fő világosító égítés vonatkozásában ez csak a nap lehet, mert a hold visszaveri a napnak a fényét. És gyors kérdés. És akkor itt válik az erkölcsileg értelmezhető világ, valóban átélhetővé. Ha én azt mondom, hogy világ világossága, e világ világossága, vagy ő maga, mint e világ világossága azt mondja, hogy aki a nappal jár, világosságba jár, és életre jut. Aki a sötétbe jár, megbotlik, kározatra jut. Na, Sol Justitia liturgiában a neve. Ő az igazság napja, Jézus Krisztus. Az esztendő körében honnan tudom, hogy ő mikor született? Hát a nap járását, ez egy látszólagos pálya földről nézve, akár vallásos vagyok, akár tudós vagyok, akár tudatlan, de gyakorlatilag nem árt tudni, hogy maga a nap jelzi, hogy mikor van az ő születésnapja, mikor vonulnak a három királyok az ő nyászolához. Most téli napfordulót követő harmadikról negyedikre való virradó éjszaka van karácsony. Akkor születik meg az új fény. Tehát mi a lényege? Miért akkor van? A történelmi Jézus, teljesen mindegy ezen vitatkozni, mikor született, mert mindig mindenkit érdekel, már az őskereszténység, hogy mikor születhetett Jézus. Most egy biztos. A születési helyét a lehető legjobb helyen jelölték ki a régi szentatyák és a hagyomány. Miért? Mert ő a megváltó. Mi történik innentől kezdve? A sötétségből a világosság egy éven belül is elkezdi a megváltói tevékenységet. Szépen lassan egyre világosabb lesz, világos jelölve. Utána tavaszi napi egyenlőséget. Na de mikor van tavaszi napi egyenlőség? Segítek. Előtte való napon még nincs. Utána való napon már nincs. Akkor kell figyelni a napot? Hát bizony kell figyelni. Mert képzeljük el, hogyha lekapcsolják a villanyt, az áramot, és egyszer csak eltűnnek a naptára, honnan tudom, mikor kell vetni, mikor minek van itt az ideje. Tehát a tapasztalatainkat, memória egységekbe vittük át. Ez egy végzetes kihelyezés lehet. Miért? Mert erre a magyar népmesék is figyelmeztetnek. Szerencsére nem a főhős helyezi ki az eszét, hanem vannak olyan hősök, antihősök, inkább így fogalmaznám, bajkeverők a népmesékben, ilyen például boszorkány. Van egy olyan mesehősünk, hogy Ambrus királyfi. Így, ahogy mondom. Én tudom, hogy Ambrus nevét az Ambróziából eredeztetik. Azt is sejteni vélem, hogy valahol Szent András havában van az ő neve napja, tehát mindent lehet tudni. Na de magyarul, ha én MBRS, mással hangzókat, akkor ez milyen királyfi lesz magyarul? Mert valószínűleg nem Ambrus egyház atyáról fognak egy mesehőst elnevezni. Emberes. Az emberes feladatokat meg kell oldani. Sok mindent jelent. Hát ha Ambróziát jelenti, elnézést az emberest is fogja jelenteni. Ambár. Hát azért ne felejtsük el, mi már egy irodalmi nyelvet beszélünk. Na de a palóc dialektus például. Milyen szép kettős magánhangzókat tudhattak még régen. És ma, ha véletlenül valaki így kerül kamera elé, fél ország tombol, hogy ő mondja be mondjuk a híreket, mert olyan ízesen tud beszélni. Csak azért mondom, hogy mi nagyon leszünk, e az e. Tehát
Tehát megszűntek azok az érdekesek, kettős magánhangzók, így a hivatalos nyelvhasználatban. Na de a mese végén van egy döbbenetes tétel. A boszorkányt fogságba ejti. Leviszi a hét mélységű poklok mélyébe, tehát nem az égbe viszi, pokol mélyére viszi, és hét vasajtó mögé zárja. Most figyeljünk oda, hogy nyelvében él a mindenség. Hét vas. Tehát most miért zárja a boszorkány hét vasajtó mögé, és közben mit mond neki? Ha nem jössz hozzám feleségül, Ambrus királyfi, meg fogsz halni. Erre mit mond Ambrus királyfi? Inkább itt halok meg, mint hogy te ronda, csúf, azért megmondja neki a magáit. És egyszer egy népmese elemzésen Pap Gábor csak úgy panyókáról odavetette, hát azért ezt észre kellett volna kedves kollégának venni, hogy a hét vas hitves, tehát hangalakint. És bizony, ha valaki úgy lesz valakinek a hitvese, hogy hét vas mögött van, ezt lehet azt mondani, hogy játék, igen, akkor játszik. És akkor mi van? De van értelme. Kabaré tréfákon végtelenül nyerít röhög a fél ország nyelvi poénokon lelemények. Könyörgöm, ha így lehet, akkor némi nem lehet emelt szinten. És hogy mit jelent a magyar nyelv, most megint egy érdekes dolog, ha szinkronizálnak egy filmet, szinkron színészek mondják el, egy amerikai filmet, nehogy azt higgyük, hogy az olyan humoros. Szinkron színészek viccelődnek, világ nem tűnik fel. Hát magyar nyelvi poénok hangoznak el. A legismertebb, mindenki ismeri a két kőkorszakinak a történetét. Hát amikor Romhányi Józsefet felkérik eredeti közegből, hogy készíts el, mert hírét vették, hogy milyen zseniális a magyar nyelvi változat, hogy rímes és ilyen. Akkor hát nem is tudom, hogy mit, itt csücsülök, jól kijövök, ha fő a csülök, vagy valami hasonlót mondod, és hogy ez lefordítható-e? És mondták, hogy nem. Hát akkor ő se fordítja le. Kevesen tudják a Mici Mackó, ismerünk. Ha valaki tud angolul, olvass el eredetibe, és olvass el Karinthy Frigyestől. Olvass el valaki eredetibe Dantét, olvass el Babits Mihály fordítást. Nem tűnik fel, hogy a fordítások szinte mindig jobbak? Nem tűnik föl. Hát könyörgöm, egy nyelv azért sok mindenre képes. És minden nyelvvel meg lehet azt csinálni, hogy az én nyelvem nem tudja azt, amit az övé, mondjuk olyan kifejezése. Na de a magyar nyelvben tömegével vannak, szinte ez a nyelv gerince. Mindent el tud a világról mondani. És nem körbejárja fél évig, és akkor kiderül, hogy mégse tudok nyelven megszólalni, hanem mindig telibe talál. Tehát ennyit a hitvesről és a hétvasról. Tehát nyelvi, a népmesékben a nyelvi világot is óriási a jelentősége, csak most hát nem akarom külön részletezni, de ez most nem volt kihagyható. És ugyanakkor pedig ilyen az élet. És óriási tanulság. A legnagyobb rossz, ilyen nincs, hogy önállóan tud létezni. Ő tud éppen bajt okozni, és éppen nagy kérdés, minden vallás foglalkozik, hogy mi az aktív gonosz, a rossz. Hát mégiscsak nem csak a jónak a hiánya, mert túl aktív ahhoz, hogy egy hiánycikk legyen. Hát teszi a rosszat. De érdekes módon világ végéig nem tudja tenni. Most ez is mindig magyar képességgel, egy gyönyörű képlékenységgel derül ki. És már ott van mellette a legnagyobb. Tehát ez mit jelent? Amit ma nagyon nehéz megértenünk, mert mindent elszenvedünk. Ha van eszünk, van erkölcsi tartásunk, hosszú távon a rossz nem tudja saját programját végigvinni, kiderül, hogy tulajdonképpen a jó emberek a szóval. Tehát bármennyi, ezt tudom, hogy nehéz elhinni, de aki mindvégig állhatatos meg, persze könnyű ilyeneket mondani. És a boszorkány mellett már mindig ott van a legnagyobb jó is. Például vagy a tündér, vagy a boszorkány lánya. Egyszer csak megjelenik a boszorkány szolgáló lánya. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen jól képzett boszorkány, aki ráadásul pályázik a mi Daliás Ambrus királyfinknak a kezére, az történetesen majd hagyni fogja, hogy a gyönyörű szép szolgáló lány, aki fiatal, gyönyörű szép,
csodálatos, tényleg, az úgy külön bejárjon a muskájához. Nyilván elképzel, hát boszorkánytól boszorkány, azért ő tud, vannak megérzések, de egyszer bemegy Ambrushoz, a lány is mit mond, ide figyelj Ambrus királyfi, vedd feleségül a boszorkányt, mert soha az életben innen nem fogsz megszabadulni. Na most kérdés, ha a legnagyobb sötétségbe lejut az élet, akkor mi a helyes megoldás? Beletörődök, hogy ez verje meg a nem tudom mién akkor sem, vagy ami a legnehezebb, a legnagyobb csúfba is észrevenni még, a legnagyobb valami sötétbe is egy kis fényszikrát. Na most ez az igazi bravúr. És nem a lakoskodásból, meg miért mond valamit alá, de vigyázz, tudd meg, hogy a boszorkány miben tartja az erejét. Na innen indultunk, kihelyezzük az eszünk. És hány mesében van, és erre csak a népmesek tanít meg. A boszorkány az ebből lehet látni, hiába okos és gonosz, de a jóságot nem érti, vagy a szeretetet. Tehát nem vesz észre dolgokat. És azt mondja, hogy hát megmondom, hogy hol van az erő, hol van az életem, ki kell menni az erdőbe. Tehát ez mit jelent? Nem ott, nem a felszín, nem a tünet, hanem mögötte és mögötte. Mögötte.